Minden arról szól, hogy az erőfeszítésünk megfelelő legyen helyzethez képes. Sok nem segít mindig sokat. Van, amikor inkább feszültséget okoz, amikor görcsösen akarunk valamit véghez vinni. Az erőfeszítés mértéke gyakran tükröződik abban, ahogyan érzi magát a testünk ebben a gyakorlatban. Tehát ma arra szeretnélek kérni, hogy ebben a gyakorlatban különleges figyelmet szentelj a test felmérési fázisra. És hogy vedd észre, amelyben erős érzelmek lennének a testedben. Hogy azok az érzések kellemesek, és ez akkor rendben van. Vagy valahogyan nem olyan kellemesek. Szeretnélek arra kérni, hogy majd vedd észre, mi is történik, amikor egyszerűen elengeded az erőfeszítést. Hogy változtass, vagy hogy ellenállj a belső feszültségnek. De most kezdetként kényelmesen helyezkedjél el. Egyenes testtel, de ugyanakkor elazulva. Tehát csak szállj rá egy pillanatot, helyezkedjél el kényelmesen. Emlékezz nyitott szemekkel. Érezd a teret, ami körülvesz téged. És amikor készen állsz, szívj be egy néhány mély lélegzetet. Az órodon keresztül belélegzel, és a szádon keresztül kilélegzel. És a következő kilélegzéssel egyszerűen gyengéden zárd be szemeidet. És ahogyan bezárod a szemeidet, jobban érzed azokat a testi érzéseket. Érzed a testednek súlyát, az érintést, a testet és a szék között, vagy a testet és a padló között, a talpait és a padló között, a kezeidet és a karjaidat, ahogyan nyugodnak a lábaidon. És figyeld egy pillanatra a hangokat körülötted. Engedd, hogy a hangok jöjjenek és menjenek. Érkeznek és távoznak a tudatodból. Ahogyan észrevennéd, hogy elvándorolt az elméd, egyszerűen gyengéden hozd vissza a figyelmedet. Thank you.
aztán irányítsd figyelmedet a testedre. Mérd fel, hogyan érzi magát ma a tested? Könnyű? Vagy nehéz? Nyugodt? Vagy talán nyugtalan? Csak úgy általánosan, ma, hogyan érzi magát a tested? Aztán csak, hogy egy kicsit tisztább legyen a képet. Az elmédben végig elinorzott testedet a fejedtől egészen lefele. Felismered azokat a területeket, ahol jól érzed magad. És ahol kevésbé jól érzed magad. Így létrehozol egy képet, ahogyan lefele haladsz. És ahogyan észreveszed, hogy elvándorolt az elméd, egyszerűen gyengéden hozd vissza figyelmedet. Ahogyan lefele ellenőrzöd a testedet, lassan a hangulatodról is kapsz egy képet. Ahogyan éppen érzed magad, és észreveszed a légzést a testedben, az emelkedés és süllyedés érzése. Vedd észre, hol érzed a testedben ezt a mozgást. Érzed a légzés természetes ritmusát. Olyan fontos emlékezni arra, hogy a tested tudja, hogyan kell lélegeznie. Semmit nem kell tenned a légzéssel kapcsolatosan. Csak figyeld és kövesd a természetes ritmusát. És amikor készen állsz, kezd számolni a lélegzéseket, ahogyan végbe mennek. Belélegzel, egy. Kilélegzel, kettő. Így 10-ig számolsz. Aztán újra egynél kezded.
és ahogyan elszövesszett, hogy elvándorolt az elmét. Egyszerűen gyengéden hozd vissza figyelmedet. Aztán csak egy rövid ideig engedj el mindennel kapcsolatos figyelmedet. Engedd, hogy az elméd teljesen szabad legyen. Tegyen, amit csak akar. Ha az elméd gondolkozni akar, engedd gondolkozni. Semmi tenni való. Aztán gyengéden hozd vissza figyelmedet a testedhez. Vissza ahhoz az érzéshez, ahogyan a tested érinti a széket. Ahogyan talpaid érintik a padlót. És a kezeid és karjaid a lábaidat. Lassan vedd észre hangokat körülötted. Hozd vissza elmédet a testi érzésekhez. Vissza a térbe, amely körülvesz. Aztán, amikor készen állsz, akkor gyengéden kinyithatod a szemeidet. Dőj hátra, nyújtózkodjál, ha kedved van hozzá. És csak kérdezd meg magad, ma, hogyan érzed magad? Feltártál egy kis feszültséget a testedben, vagy talán a testet ma szépen elazult volt. Fontos felismerni, hogy egyik se jó vagy rossz. Minden arról szól, hogy elengedjük testünket, elménket. És ezt időnként azt jelentheti, hogy egy kis feszültség előkerülhet. De ez gyakran olyan feszültség, amit éppen elengedünk. Tehát nem kell elengedni, ha ez történne. És akkor megéleted, milyen jó érzés, amikor ez a feszültség el is tud távozni.